Szirénázó tűzoltó autó érkezett kedden délelőtt a Kőlyuk útra. Az egyik pincéből ugyanis most gázmérgezés gyanúja miatt segélyhívás érkezett az EGRI hivatásos tűzoltókhoz. Együtt maradva, egy irányba, főágon menjetek először, azon kell keresni. Az EGRI hivatásos tűzoltók a pince felmérését követően hordágyat, mentőkötelet és légzésvédő maszkot ragadtak, majd el is indultak, hogy nyomára bukkanjanak a bajba jutottnak. Pár percen belül meg is találták az eszméletlen személyt, akit a hordás segítségével menekítettek ki a helységből. Eltűnt személyt kimentettük, mentőknek átadtuk, pincerendszer átvizsgálva, további személyeket nem találtunk vétel. Mindez persze csak az EGRI hivatásos tűzoltók gyakorlatának a része volt, melyen minden évben a musgáz veszélyeire hívják fel a figyelmet. A szüreti időszak idején jelentkező tragédiák ugyanis könnyedén megelőzhetőek lennének gyakori szellőztetéssel és egy széndioxid érzékelő használatával. Egy liter erjedő must közel 42 liter széndioxid gázt képes termelni. Ez egy nagyon veszélyes állapotot tud előidézni. A szénmonoxid kiszorítja a térből a levegőt, ezért oxigénhiányos állapot jön létre. Aki egy ilyen helyiségben vagy pincében több időt eltölt, és ezt a pincét nem megfelelően szellőztetik, az fejfájást, émegést vagy fáradékonyságot tapasztalhat. Már ezeket a jeleket is nagyon-nagyon komolyan kell venni. Extrém esetben pedig eszméletvesztés és fulladásos halál is bekövetkezhet, ha nem vigyázunk. A szóvívő elmondta, reméli, hogy ezek a gyakorlatok és bemutatók is hozzájárultak ahhoz, hogy az utóbbi időben nem történtek ilyen tragédiák szűkebb hazánkban. Azonban arra hívja fel a figyelmet, ha valaki ezeket a tüneteket észleli, a 112-es segélyhívón kérje a hivatásosak segítségét, ők ugyanis a megfelelő légzésvédelem mellett tudják megelőzni a szerencsétlenségeket.